Kovács Kálmán vagyok, a MANT és a BME közös űrszemináriumának a szervezője, és mostantól, hogy lehessen hallani is és érteni, én leveszem a maszkot, előadónk is le fogja venni, egyébként itt ülünk a Neumann teremben, egy páran, úgy, ahogy azt meghirdettük, hogy csak egy nagyon korlátozott létszámban, és az interneten keresztül pedig már most halljuk, hogy elég sokan tudtatok csatlakozni hozzánk. A mai űrkorszak szeminárium előadása igazából az emberes űrrepüléssel fog foglalkozni, és annak is elsősorban az orvosi, egészségügyi vonatkozásaival, alkalmassági kérdéseivel, és egyéb az oktatáshoz, népszerűsítéshez kapcsolódó kérdésekkel. Első előadónk professzor dr. Grósz Andor, aki nagyon régóta a MANT tagja, vezetőségi tagja, és nagyon régóta ennek a tudományterületnek a megbecsült szereplője, és hát azt hiszem, hogy onnan mindenki ismeri, ha másként nem is, de abból mindenképp ismeri, hogy a magyar űrhajós programnak annak idején már a részese volt, tehát Farkas Berci kiválasztásának, és most jelenleg az új meghirdetett magyar űrhajós egészségügyi vizsgálatának, egészségügyi tesztelésének a koordinátora felelőse a magyar kormányzat részéről. Annól dandártábornok, nyugállományú orvos, a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi kar, repülő és űrorvosi tanszék egyetemi tanára. Az évtizedekkel ezelőtti gyakorlatot, például az első magyar űrhajós jelöltek orvosi vizsgálatait veti majd össze előadásában a mai követelményekkel, amely szerint a következő magyar űrhajós kiválasztása folyik majd. Életpályájáról nem akarom fölolvasni azt a nagyon sok gazdag adatot, csak egy-két információt, úgy, ahogy szoktuk előadóinkról. A Szentpétervári Katonaorvosi Akadémia általános orvostudományi karán repülőorvostan szakon szerzett diplomát 1977-ben, 92-ben szerezte meg a PhD fokozatát, majd 97-ben kinevezték a repülőorvosi kutatóosztály vezető főorvosává. Aztán a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem magántanára lett, később a Szegedi Tudományegyetem repülő és űrorvosi tanszék vezetője lett, majd a Magyar Honvédség Kecskeméti Repülőkórház főigazgatója. 2011-ig a Magyar Honvédség Állami Egészségügyi, a Honvédelmi Minisztérium, Állami Egészségügyi Központi Katonai Főigazgató helyettese, és 2012-től a Kecskeméti Repülőorvosi Alkalmasság Vizsgáló és Kutató Intézet igazgatója, és hát tagja többek között a Nemzetközi Repülő és űrorvosi Akadémiának, az Amerikai Repülő és űrorvosi Társaságnak, és Magyarországot ő képviseli a NATO Repülőorvosi Albizottságába. És akkor most szeretnénk, kedves Andor, megkérni arra, hogy akkor egy pár gondolatot erről az egész folyamatról és a régi folyamattal való összevetésről. Át is adom a szót, köszönöm a figyelmet. Folytatni fogjuk majd az előadását követően Hans Péterrel, úgy, ahogy ezt meghirdettük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Egyrészt a meghívást, másrészt a lehetőséget, hogy mintegy fél órában beszélhetek a repülőorvoslásról, repülés űrorvoslásról, és ezen belül is az űrhajós jelöltek kiválogatásának menetéről. A korábbi időszak vonatkozásában, illetve hogy mit változott, ha változott ez a kiválogatási trend a napjainkra. Ha megengedik, akkor egy kicsit visszalépek, és nem a mesekedvér, hanem a teljesség, a dolog teljesség kedvér néhány szlájd erejéig, és egy-két mondat erejéig ennek a dolognak a történelmi tényleg fő aspektusaihoz, és azt hiszem, hogy rosszat nyomtam meg, úgyhogy visszafogok. Bocsánat. Rosszat nyomtam. Köszönöm, tökéletes. Tökéletes, köszönöm, és ezt kell nyomnom. Úgy gondoltam, hogy egy szép felvételhez, ami elsősorban nem a kiválogatásról szól, hanem a kiválogatáson keresztül ment emberek
majdani munkahelyét vetítettem be. Egyik munkahelyét annó volt amerikai űrrepülőgépek egyik szép példányát. Godárnak, aki ugye az egyik legfontosabb személyisége volt amerikai részről az űrhajózás, az űrhajózás és az emberes űrrepülések hajnalán. Egy gondolatát tetszenek itt látni, amely arról szól, hogy a tegnap álmai a ma reményeivé válnak, hogy holnap már realitássá legyenek. Hát ez a tegnap, ami az űrhajós kiválogatást illeti, ez 60 évvel ezelőtti időszakot jelent, és aztán tényleg egyik napról a másikra, az 50-es évek legvége, 60-es évek eleje a napjaink részévé vált az űrhajózással együtt, az űrhajósok, a kiválasztott űrhajósoknak a tevékenysége, személyisége. Mennem kellene tovább, de azt hiszem, hogy megint rosszat mondtam, akkor... Bocsánat, igen. Mi van? Köszönöm. Harmadszor már remélem, hogy... Az emberes űrrepüléseket természetesen megelőzték az állatkísérletek, amelyekkel megpróbálták egyrészt megfigyelni azokat a körülményeket, amelyben az űrbe az élő szervezetre hatással van, amelyek hatással vannak az élő szervezetre. Az amerikaiak is, és az oroszok is a múlt század, tehát a 20. század 40-es évek végétől kezdődően különböző állatkísérleteket, különböző állatokon végeztek, és nézték azt, hogy hogyan hat a gyorsulás, a súlytalanság és egyéb űrrepülési tényezők az élő szervezetre. Itt van egy táblázat, amely tartalmazza egy részét az orosz kísérleteknek, amelyeket kutyákon végeztek, és azok néhány mért paraméterét. Az amerikaiak elsősorban majmokon kísérleteztek, és ezen kísérleteknek, tehát az orosz és amerikai kísérletek eredménye volt az, hogy a 50-es évek végére, Istenem, bocsánat, köszönöm, Kármán, remélem, hogy visszajön. Most kell, hogy eljön. Megvan. Igen. Akkor most nagyon összekutyultam. Semmi baj. Oké, köszönöm. Legesleg. Igen. Tehát az 50-es évek végére többek között azon kísérleteknek is, állatkísérleteknek is köszönhetően, amelyet a képen látható lajka kutyával végeztek. Volt az eredménye az, hogy hozzáfoghattak az emberes űrrepülés szubjektív tényezőinek, tehát az embereknek, az űrhajósoknak a kiválogatásához. Mind a két országban egyébként óriási versenyt futott a két ország, a két világrend, ami használta a tudománynak, és talán a béke irányába is volt ezáltal egy-két lépés is. Bevetítenék az orosz részről két személynek a képét, Szergej Pavlovics Karajovnak a képét, aki ugye az első űrhajóknak, emberes űrhajóknak, és nem csak emberes űrhajóknak, hanem ahol az állatkísérletek folytak, azon űrhajóknak is a fő konstruktőre volt, illetve Jazdowski, aki katonaorvos volt és vezette azt a csapatot 48-tól egészen az 50-es évek végéig, amely ezeket az űrbiológiai és űrorvosi kísérleteket és a teljes programot végrehajtották. Mi volt a célja gyakorlatilag az űrhajós kiválogatásnak az emberek vonatkozásában? A cél az volt, hogy prognosztikai jelleggel határozzák meg azon első csapatnak, annak a 8-10 főnek az egészségi állapotát, amelyet számba vettek, és akiket számba vettek az első űrrepülések végrehajtására.
Itt nagyon fontos az, hogy prognosztikai jelleggel, tehát, és ez az egész repülőorvoslásra vonatkozik, főleg a nagy magasságokban, magas típusokon végrehajtott repülések, vonatkozásában az űrrepülésekkel kapcsolatosan. Meg kell mondani itt földi körülmények között, hogy nagy valószínűséggel az adott illető, akinek itt földi körülmények között jó az egészségi állapota, ott az űr körülményei között, vagy egy katonai pilóta esetén egy szuperszonikus gépen, hosszú távon hogyan tud megfelelni, hogyan tudja a feladatot végrehajtani, és nem csak ugye úgy időben, hogy na akkor hosszabb távon, egy-két év múlva kerül sorra esetleg az adott repülésre, űrhajós esetén a pilótáknál pedig ugye nap mint nap, hanem az, hogy meddig alkalmas a pilóta vagy az űrhajós arra, hogy a feladatokat, amit rábíznak, azt végrehajtsa. Tehát itt nagyon fontos a prognosztikai jellegű. Ez mind a mai napig így van, és nagy valószínűsége, amíg repülés van, illetve űrhajózás van, az orvosoknak és a megfelelő szakembereknek ennek szellemében kell a kiválogatást végezni. Milyen szakaszokból áll napjainkban is, illetve korábban is, és el lehet mondani, hogy mind a két világrendszernél, tehát a Föld mindkét féltekén, a keleti és nyugati féltekén is hasonló a rendszer, a kiválogatásnak a menete. Az első időben elsősorban ugye a vadászpilóták közül válogattak, mivel nem volt még az emberes űrrepülésnek kapcsán, nem voltak olyan komoly ismeretek a reális repülésből adódóan, hogy bizony nagyon, nagyon oda kellett figyelni, hogy kiket válogatnak ki, kikből vették az amerikaiak is, és az oroszok is, elsősorban és szinte kizárólagosan szuperszonikus pilótákból, katonai pilótákból. Miért? Azért, mert ezek az emberek ugye teljesítettek, bizonyítottak a korábbi években is, a szervezetük hozzászokott azokhoz a repülés, azon a kemény repülések azon viszontagságaihoz, a gyorsuláshoz, a túlterheléshez, a zajhoz, a vibrációhoz, különböző légnyomás viszonyváltozásokból hoz, hőmérsékletváltozás, a fényviszonyok változása, amely bizony rendkívül módon igénybe veszi az emberi szervezetet, de nem csak az emberi szervezetet, az emberi pszichét is. Ugyanez vonatkozik ugye az űrhajózásra is, tehát hova nyúltak az amerikaiak és az oroszok is a katonai szuperszonikus pilótákhoz. Itt nálunk ugyanez volt a helyzet 1970-es évek második felében. Azok, akik azt a feladatot kapták, hogy válasszák ki az első magyar űrhajóst, azok ugyanúgy a szuperszonikus pilótákhoz, a rendszerben lévő magyar katonai szuperszonikus pilótákhoz nyúltak, ahhoz a 100 jelentkezőhöz, aki hajlandó volt erre a feladatra, ha kiválogatják és megfelelnek. Miből állt? Nem fogom végigolvasni. Volt egy előzetes kiválogatás, ami egyrészt papírok alapján kiválogatták, hogy emberileg megfelelnek, és tapasztalat szempontjából, és a többi. És ugyanígy a leletek, korábbi leletek, orvosi leletek, pszichológusoknak a véleménye, mindaz, amivel találkozunk a katonai repülőorvosi gyakorlatban az éves vizsgálatok kapcsán, azokat a papírokat átnézték. Az oroszok is, nyilván az amerikaiak is, azoknál, akik jelentkeztek. És utána jött az effektív munka a kiválogatás repülőorvosi intézetben. Szeretném jelezni, és én úgy gondolom, hogy ebben minden tudománnyal foglalkozó, minden a klinikai gyakorlattal foglalkozó orvos, biológus és pszichológus szakember egyetért abban, hogy ez a kiválogatás speciális intézetben kell, hogy legyen. A világ minden részén ez így van. Európában, a nyugati féltekén, a keleti féltekén, Japántól kezdve Kínáig, mindenhol speciális intézet. Lehet a legkiválóbb egyetem, a legkiválóbb kórház, a legjobban felszereltek. Oda nem csak a klinikumban elfogadott eszközök szükségesek, hanem kellenek
a speciális repülőorvosi kiválogatási módszerek, minősítési módszerekhez szükséges speciális eszközök, amikről a későbbiekben szó lesz, műszerek, és azon kívül, ami még fontosabb, hogy speciális repülőorvosi tudás kell. Én személy szerint szemész vagyok, amellett, hogy repülőorvoslással is foglalkozom, de, és tudom azt, hogy az én klinikai gyakorlatom az rendkívül fontos, és ez ugyanígy vonatkozik a belgyógyászra, a sebészre, a fogorvosra, bárkire, rendkívül fontos a klinikai ismereteim, a gyakorlatom. De az, hogy, ahhoz, hogy el tudjam dönteni azt, hogy az adott pilóta jelölt, vagy űrhajós jelölt, az alkalmas-e arra a feladatra az egészsége szempontjából, ahhoz még hozzá kell tenni a speciális repülőorvosi, űrorvosi ismereteket, gyakorlatot, és annak a munkakörülménynek az ismeretét, ami speciális módon hat az emberi szervezetre. Tehát lehetek én a legkiválóbb személyes professzor, ha nem ismerem a munkakörülményeit, az ergonómiáját és a munkakörülményeit annak az űrhajósnak, most ugye nevezetesen űrhajósról van szó, akit a feladatra felküldünk, akár egy fél év évre. És itt jön az, hogy amikor a kiválogatás zajlik, akkor az embernek, a szakembernek arra kell gondolni, hogy prognosztikai szempontból kell gondolkodni, hogy az ember ma, aki kiválóan végiglátja a táblát, jó a színlátása, és a többi, jó volt itt a Földön, a barokamrai vizsgálatok, amikről szintén majd később beszélek, megfelelt, az fél év múlva is épp úgy jól fog látni fent az űrben, az űrállomáson, de nem csak, hogy jól fog látni, hanem a látó rendszerét, tehát nem szemről beszél egy repülőorvos vagy egy űrorvos, hanem szemről, hanem amikor a vizuális érzékelésről van szó, hanem látó rendszerről. Amit nagyon jól tudják a biológusok, a neuropszichológusok, az ideggyógyászok, hogy ehhez egy rendszer. Ennek az egész rendszernek a munkavégző képességét kell megítélni itt lent a Földön, és prognosztikai jelleggel kell meghatározni azt, hogy jó lesz-e az odafönt. De ugyanez vonatkozik bármelyik szerrendszerre. Tehát az intézetben történik ez a fajta ugye, tevékenység, az effektív kiválogatás, aminek vannak klinikai módszerei, és vannak speciális repülőorvosi módszerei, hogy meghatározzák, hogy az adott személy alkalmas-e erre a feladatra, nevezetesen űrhajós jelöltnek, vagy a későbbiekben kiképzett űrhajósnak, és ott tevékenységet folytat. És van, ugye a klinikai dolgok mellett, és az orvosi dolgok mellett nagyon fontos a pszichológiai oldala ennek az egész dolognak, legalább olyan fontos, mint az orvosi munka kiválogatás során. Általában a világ arra megy, hogy először a pszichológusok kezdenek foglalkozni ezekben az intézetekben a jelöltekkel, és aztán utána veszik át tőlük, ha ők alkalmasnak találják az illetőt arra további vizsgálatokra és a későbbiekben, hogy kiképzésre alkalmasak, legalábbis pszichoemocionális és neuropszichológiai vonatkozásba, akkor jönnek az orvosok, akik aztán megállapítják, hogy na, ez az ember, akit alkalmasnak tartanak a pszichológusok, akkor a különböző orvosi szakmák, szakterületek szerint milyen állapotban van és alkalmas-e. Ez a különbség, az egyik különbség például napjaink és a korábbi, az emberes űrrepülések kezdeti időszakában történt kiválogatás során. Ott először az orvosi kiválogatás történt, és kisebb szerepe volt, komoly szerepe volt, de kisebb szerepe volt, mint most a pszichológiának, a kérdés pszichológiai részének. Majd később néhány mondatban rátérnék, hogy miért van ez. Mert előzetesen elmondanék annyit, hogy ott ugye az első kiválogatásoknál nagyon komolyok voltak a követelmények. Tehát ott minimum a szuperszonikus katonai pilótának megfelelő egészséggel kellett rendelkezni az űrhajós jelöltnek. A napjainkban
Ugye rengeteg ismeretet gyűjtött össze a tudomány, az orvostudomány, a pszichológia tudománya és egyéb tudományterületek. Megengedheti ez a terület, megengedhetik a szakemberek, hogy tágítsák a határokat, az alkalmasság határait. Tehát amíg a 50-es évek végén, a 60-as évek elején egészen a 70-es évek közepéig valakinek tökéletes látással, elnézés, hogy mindig a látásról beszélek, ez a szakmám, az egyik szakmám, úgyhogy erre tudok plasztikus, autentikus példákat, innen tudok autentikus példákat hozni. Tehát még a 70-es évek közepéig tökéletesnek kellett lenni a szemnek, a vizuális funkcióknak és az egész vizuális munkavégző képességnek. Addig természetesen jó vizuális munkavégző képességgel kell rendelkezni a most kiválasztott személynek, de például nyugodtan lehet valaki szemüveges. Nyilván ebbe is vannak tolik határok, nyilván egy mínusz 8-10 dioptriás közellátó emberre azt mondja a szakember, hogy nem biztos, hogy ez a mi emberünk, de nem kizáró tényező egy kis dioptria számú szemüveges ember, főleg ha egy szakember, ugye, mert a szakemberek kerültek a napjainkra elsősorban előtérbe az ürepülésekhez, az nem kizáró ok arra, hogy valaki űrhajósok csapatába kerüljön. De millió egy példát lehet erre mondani, nem, és akkor tovább lépnék. Erről sokat beszéltem, itt ugye a repülőorvosi intézeti kiválogatásnak a célja lett itt megfogalmazva. És akkor nézzük, hogy mind kell keresztül menni egy repülőorvosi intézetbe, egy űrorvosi intézetbe az ott űrhajós tevékenységet jelentkező személynek. Ugye végigmegy az összes klinikai szakmán, fő klinikai szakmákon. A képalkotó diagnosztikai eljárások mind alátámasztják és segítik a helyes kiválogatást. Ugye nagyon fontosak a hematológiai vizsgálatok, majd a későbbiekben, hogyha lesz idő, akkor megmutatom, hogy miért fontosak például a hematológiai vizsgálatok. És természetesen vannak speciális repülőorvosi vizsgálatok, amiről majd néhány képet bevetítek. És az erésznek a harmadik szakasza a klinikai kiválogatásnál, az intézeti kiválogatásnál a pszichológiai vizsgálatok. Nem győzöm hangsúlyozni a pszichológiai vizsgálatokat. Főleg akkor, amikor az emberiség azt tervezi, ugye most is már nagyon fontos, hogy ugye a csapat az hogy működjön együtt, milyen pszichéi emberek, milyen pszichés kvalitású emberek vannak fönt fél évet az űrállomáson, de amikor arról van szó, hogy az emberiség azt tervezi, hogy a hosszú távú űrrepülések kapcsán a Marsra el akar, vagy szeretne eljutni, akkor nem mindegy, hogy ki az a 8-10-12 ember, aki alkotja a csapatot, és 3 éven keresztül együtt vannak. Kérem szépen, térjünk vissza, elnézést, hogy csapongok, illetve nem is csapongok, hanem a múlt az hozzákapcsolódik a jelenhez, és nagyon sok aktuális a múltból a jelen számára is. Itt vannak a néhány képet bemutatok, az első magyar űrrepülés megelőző kiválogatásról, amit Kecskeméten végeztek a Magyar Honvédség Repülőorvosi Vizsgáló és Kutató Intézetében. Ez egy olyan speciális módszer, amely a klinikumban használatos, de mégis nagyon fontos a repülőorvoslás számára. Engedjék meg, hogy néhány mondatban elmondjam, hogy például ez a forgószék, amelyet úgy hívják, hogy bárány szék, és gyakorlatilag a bárány Robert, aki a 20. század első évtizedében dolgozott, egy magyar származású orvos, aki végül Svédországban gondolta ki ezt az eszközt, és alkalmazta, és aztán terjedt el az egész világon mind a mai napig, használatos a fülorgégészeti gyakorlatban. Ezzel a bárányszékkel nézik többek között az egyensúlyszervnek a működését. Az egyensúlyszervnek a működése nagyon fontos az űrhajósok számára, hiszen súlytalanság körülményei között különösen nagy terhelés megy
az úgynevezett vesztibuláris rendszerre. Ennek a rendszernek az egyik nagyon komoly vizsgáló módszer és vizsgáló eszköze a bárányféle eszközzel történő forgatásos nisztagmográfia, ahol azt nézik, például a vadászpilótáknál egy percet pörgetik jobbra, egy percet balra, megállítják ezt a széket, és azt nézi az orvos, a szakorvos, hogy a nisztagmus, tehát ez a szemtekerezgés, ez milyen mértékű. Az űrhajósoknál, és így a mi űrhajósoknál is, űrhajós jelöltjeinknél is, ezt néztük, csak van az úgynevezett Markaján-féle módszer, ezzel az eszközzel való vizsgálat az űrhajós kiválogatáshoz, ahol nem egy percet jobbra, egy percet balra, hanem 10 percet jobbra, 10 percet balra. Most ember legyen a talpán, aki ezt minden tünet és minden nélkül kibírja, és olyan reakciót produkál, amivel az orvos azt tudja mondani, hogy igen, ennek az embernek valószínűleg nem lesz problémája, főleg az űrrepülés első 3 napjában, amikor az alkalmazkodás történik, nem lesz hány ingere, nem lesz munkaképtelen az illető. És ez szó szerint kell érteni a munkaképtelenséget. Az emberes űrrepülés hajnalán voltak olyan programok, nevezetesen, és ez ugye személyiségi jogokat már nem sért, meg különösebb titkot nem sért, ez ismert a tudományban, leírták Germán Titov, aki a második űrhajós volt a világon. A Germán Titovnak az egész programja meghiúsult, az a 2-3 órás program, meghiúsult azért, mert olyan érzékeny volt a vesztibulális rendszere a súlytalanság körülményei között, nem tudott annyi idő alatt alkalmazkodni, hogy gyakorlatilag, elnézést a kifejezésért, végighányta az egész űrrepülését. Tehát értelmes dolgot, feladatot nem tudott végrehajtani. Na most, hát nyilvánvaló, se az orvosok nem voltak erre készek, elméletileg készen voltak, de hogy a gyakorlatban hogy néz ki ez, azért először akkor, 1961-ben, 61-ben volt a Titovnak a repülése, 1-2 hónappal a Gagarin repülés után, ami április 12-én volt 61-ben, újdonságként hatott, le kellett volna a tanulságokat, és fel kellett készíteni a következő személyzetet. Tehát ez az eszköz a földi körülmények között az egyik legfontosabb eszköz a kiválogatásnál, többek között legalábbis ezen a területen. Nézzünk egy másik eszközt, nagyon fontos ugye, hogy hogyan működik az agy. Hát a 60-as évek elején az elektroencefalográf volt ugye az egyik alapműszer, ma is egyébként az, de hát az elektrofiziológiának vannak már nagyon komoly műszerei, sokkal komolyabb ismereteket és tudást biztosít, az orvosok számára biztosító eszközei, de akkor a 50-es évek végén, 60-as évek elején, amikor az első kiválogatások történtek, illetve Magyarországon az 1977-78-as években bizony az elektroencefalográfia volt az egyik döntő tényező, döntő eszköz ahhoz, hogy belelássanak az orvosok az emberi agyba, legalábbis diagnosztikai jelleggel, és meg tudják mondani, hogy akkor ebből a szempontból ki alkalmas, ki kevésbé alkalmas. Következő. Ez ugye egy spirokardioergométeres vizsgálat, amely napjaink klinikumában rutin dolog. Legalábbis, ami az intézeti körülményeket illeti. Akkor a 60-as évek végén, 70-es években ez egy úttörő jellegű dolog volt a klinikumban is, ugye futószőnyeget, kerékpárergométert használtak, és így nézték a jelölteknek, a mi esetünkben a jelölteknek, űrhajós jelölteknek, vagy pilóta jelölteknek a szívérendszeri állapotát, a légzőrendszeri állapotát, és egyáltalán a terhelhetőségét. És ugye alkalmazták a kiválogatáshoz,
azokat az eszközöket, amiket itt csak felsoroltam, majd később még egy-két módszerről lesz kép is. Tehát nagyon fontos volt, hogy megállapítsák azt, hogy milyen a hipoxiatűrő képessége, tehát az oxigénhiányos állapotot hogyan tudja lereagálni az adott személynek a szervezete. Ezt hipobárikus barokamrában végezték, végzik mind a mai napig, Kecskeméten is egy európai szintű komplex, barokamra komplex van, minden a mai napig kiválóan működik. Ez a barokamra egyébként a Farkas Bertalanék ünnepülésének, illetve a kiválogatásának az idejére készült el. Érdekesség egyébként, hogy az eszköz akkora, és olyan bonyolult volt meg az egész csőrendszer, amivel működtetik ezt az eszközt, hogy először építették meg a barokamrát, és utána húzták fel köréje az épületet, tehát a falakat. Ugyanebben a barokamrában végzik nem csak a hipoxiatűrő képességet, hanem azt, hogy az úgynevezett zuhanópróba segítségével megállapítják, hogy hogyan reagálnak azok az üregrendszerek, amelyek az archoz tartoznak, illetve az orral közlekednek, hogyan ugye reagálnak a különböző hirtelen magasságváltozásokra. Magyarul a mindennapos életben ezzel lehet megnézni azt, hogy valakinek lesz-e problémája a repülés közben, hogy eldugul-e a füle, vagy nem, milyen mértékig, milyen fájdalmat okoz, és a többi, és a többi. Ez arra jó, hogy egyrészt gyakoroltassák az illetőkkel, akiket itt vizsgálnak, másrészt pedig, hogy az orvos információt kapjon erről, hogy az úgynevezett dekompressziós körülmények, illetve a magasságváltozásos körülményekre hogyan reagál ebből a szempontból az emberi szervezet. Ugye Magyarországon nincsen centrifuga, de ezekben az államokban, ahol a gazdag országokban, tehát az akkori Szovjetunióban, az Amerikai Egyesült Államokban és Európában is több helyen, Németországban, Angliában és a fejlett nyugat-európai országokban, amelyek nagy hadseregekkel rendelkeztek, meg rendelkeznek minden a mai napig, vannak úgynevezett centrifugák, amelyekkel vizsgálják a jelölteket, az embereket, hogy hogyan a különböző gyorsulás típusok hogyan hatnak az emberi szervezetre. Ugye miért fontos ez? Azért fontos, mert a gyorsulások azok maguk után vonják a túlterheléseket. Na most egy űrhajónak a felbocsátásánál körülbelül 3-4 G-s túlterhelésről beszélünk, a visszaérkezésnél még nagyobb a túlterhelés. Szerencsére nem napjainkban már nem akkora hatással van az emberi szervezetre, se pszichésen, se egyébként élettani szempontból, mint az első repülések kapcsán. Ha össze akarjuk vetni ennek a túlterheléses dolognak a súlyát, akkor azt el kell mondani, hogy napjainkban a negyedik, ötödik generációs vadász repülőgépeken szolgálatot teljesítő pilóták bizony nagyon sok esetben a különböző figurák végrehajtásánál 8-10 G-s, meg 12 G-s túlterheléseknek is ki vannak téve, nyilvánvaló néhány tizedszekundumig, vagy néhány tizedmásodpercig, de ezt a képességet is, életani képességet is, tehát a tűrőképességet meg kell nézni egy kiválogatás kapcsán. Nem fogok beszélni, túl sokat időztem ezeknél a kérdéseknél, néhány ábrát bemutatok, ez az úgynevezett hipobárikus barokamrának a belső képe, ahol 6 szemét lehet egyszerre vizsgálni, szoros orvosi felügyelettel. Bent is van orvos, és az orvos épp úgy ki van téve ezeknek a viszontagságoknak, idézőbevét viszontagságnak, mint a pilóták, akiket vizsgálnak, és kívül is van egy orvos, akik, mint ahogy az intenzív osztályokon is nézik a kórházakba, hogy egy-egy betegnek hogyan változnak az élettani paraméterei, itt is kint a pulton, az ellenőrző pulton
nézik a pilótáknak, hogy a vizsgálszemélynek hogyan változik a barokamrában a különböző magasság változásoknál, a különböző életleni paraméterei, pulzus, vérnyomás, oxigén telítettsége a vérnek, és a többi, ezeket monitorozzák. Hova, milyen magasságokat tudnak itt reprodukálni? Egészen a nullától ezzel a barokamrával körülbelül 12-16 ezer méter magasságnak megfelelő körülményeket tudunk létrehozni. Ez megint csak egy nagyon fontos és speciális repülőorvosi vizsgálat, amely a hipoxia tűrőképesség és a dekompressziós tűrőképesség az meghatározó, az kizáró tényező lehet, hogyha nem jól működik az emberi szervezet, adott emberi szervezet ahhoz, hogy valaki akár komoly repülőgép típuson teljesítsen szolgálatot, vagy űrhajós jelölt legyen. Ezekkel az eszközökkel, többek között ezekkel az eszközökkel, amikről is most beszéltem, ezekkel történik az orvosbiológiai felkészítése az orvosok részéről a pilóta jelöltek, az űrhajós jelölteknek, amikor már nem csak az van, hogy na, hogyan reagálsz, hanem hogy hogyan tudsz minél edzettebb lenni, és hogy hogyan tudod kivédeni ezeket a viszontagságos dolgokat, amelyeket ezekkel az eszközökkel produkálunk. Egy, hát mondhatni idézelbe véve, történelmi kép ez, a Farkas Bertalannak a kardiorespiratorikus rendszerének a tesztelése, futószőnyeges terhelés kapcsán, és a kezébe tart valamit, és néz valamit a Berci. Ugye ezek összetett vizsgálatok amúgy is élettani szempontból, és itt kibővült azzal a vizsgálattal, amit ennek az eszköznek a segítségével vizsgáltak, mégpedig a különböző pszichológiai és pszichofiziológiai paramétereket lehetett ezzel az eszközzel, amelyet magyar tudósok hoztak létre, gondoltak ki. Ez volt az úgynevezett Balaton eszköz. 6 fő orvosbiológiai kérdést vizsgáltak a közös szovjet-magyar űrrepülés kapcsán. Az egyik az ennek az eszköznek a használata volt, hogy a különböző neuropszichológiai, neurofiziológiai paramétereket mérték, rögzítették. 56 paramétert tudtak ezzel a kis eszközzel, akkor ez az eszköz világszenzáció volt, ugye 70-es évek közepéről, 80-as évek kezdetéről van szó, ezt több személyzet is alkalmazta az Interkozmosz program keretén belül. Mik voltak ezek? Csak néhányat. Egyszerű reakcióidő, összetett reakcióidő, döntési idő, pulzus, vérnyomás, galvanikus bőrellenállás, ezt mind tudták mérni ezzel a készülékkel. Hogy milyen mértékben izzad, ugye a galvanikus bőrellenállás például, azt nézik, hogy mennyire izzad, hogy milyen a pszichés feszültség az illetőnek, milyen a fiziológia állapota. Többek között ezzel a paraméterrel, ezen eszköz segítségével képesek voltak megfigyelni. Aztán ugye a klinikumban használatos, napjainkban is használatos ugye, futópadot bevitték a felkészülés kapcsán, az itteni felkészüléshez a barokamrába. És fölvitték a jelöltjeinket, tehát azt a 4 jelöltet, aki végül is a prezentálva lett a szovjet félnek, bevitték és megnézték, hogy mondjuk 4-5 ezer méteres magasságon hogyan reagál a szervezetük, ezek a paraméterek hogyan változnak, mondjuk egy terhelés hatására, egy 5 perces futószőnyeges tréning hatására hogyan reagál a szervezetük. Ezek a módszerek, amikről most beszélek, ezek igaz, hogy akkor kerültek a köztudatba, és akkor kerültek újdonságként felhasználásra, de napjainkban hasonló terheléses vizsgálatok folynak napjaink űrhajósainak a kiválogatásánál. Igen. Idő van, köszönöm szépen, és leállok. Csak a kérdés, mégis egy kicsit gyorsabban a végét, igen. Jó. Az a kérdés, hogy személyzeti vizsgálatokon pontosan minket vizsgálnak, milyen teszteket végeznek el?
Ugye akkor miket vizsgáltak? Akkor végezték a klinikumban használatos paramétereket nézték, nem sorolnám fel ugye a látóélességet, a színlátást, az éjszakai látást, a sztereoszkópikus látást, mélységlátást, és ettől az időtől kezdve kezdődött a kifejlesztése azon eszközöknek, amelyel a vizuális munkavégző képességet lehet mérni. Ugye ez már egy olyan eszköz, amikor a egyes klinikai tényezőket, például a látóélességet felhasználják arra, hogy többek között pszichés terhelést, például monotónia tűrő képességet, reakcióidőt, döntési időt tudjanak mérni. Ez napjaink gyakorlatában a vadászpilótáknál is így van, meg a pilótavizsgálatoknál, de az űrhajósok kiválogatásánál is így van. Ugye nem beszélve arról, hogy napjainkban ugye az informatika, hál' Istennek, prezentálja azokat a standeket, azokat a trenazsórokat, a szimulátorokat, amelyekkel különböző feladatokat, vizuális feladatokat lehet adni a vizsgált személyeknek, és lehet figyelni, hogy hogyan reagál, hogyan old meg egy feladatot, egy vizuális feladatot, mennyi idő alatt fárad ki, és milyen a teljesítménye. Erre egyébként komoly tudományos vizsgálatok, fejlesztések történtek. Mi is csináltunk a vezetésemmel a vizuális munkavégző képesség mérésére egy tesztet, amelyet a mi tudósaink gondoltak ki, és alkalmaztuk egészen a 80-as évek közepétől kezdődően már mind a mai napig a mindennapos gyakorlatban. Ennyi a válaszom, hogyha ez kielégítette az érdeklődőt vagy érdeklődőket. Én csak bevetítettem, mint egy eredményét az orvosok, pszichológusok munkájának akkor több mint 60 évvel ezelőtt, ugye Gagarin, illetve a John Glennnek, ugye a két első űrhajósnak a képét vetítettem be, de ugyanez vonatkozik napjainkra is. Ahogy az előbbi kérdésben megválaszoltam, azok az irányok és azok az eszközfejlesztések, azok, amik akkor elkezdődtek, azok napjainkban még erőteljesebbek. Nem mennék bele az idő rövidsége miatt mindabba, amit most jött volna az, hogy ugye az emberi szervezetre fönt az űrben hogyan hat, milyen változások indukál az űrbeni tevékenység és az ottani élettani viszonyok, mert az idő rövid. Inkább arra válaszolnék, illetve arra próbálnék megválaszolni, hogy a tervezett második magyar űrrepülés előkészítendő milyen kiválogatási módszereket alkalmaznánk, illetve tervezünk alkalmazni. Azokat az eszközöket, illetve azokat a módszereket, amikről az előbb beszéltem, azokat természetesen egy második magyar űrhajós kiválogatásán is alkalmazni fogjuk. Ahogy korábban hangsúlyoztam, a pszichológiai vizsgálatoknak még nagyobb szerepe lesz, mint annak idején volt 40 évvel ezelőtt, amikor a Farkas Bertalant és a Magyari Bélát válogatták ki Kecskeméten, és készítették fel Csillagvárosban. Egyrészt azért, mert a pszichológiai napjainkban már nem a papírceruzatesztek és a beszélgetéseknek a tudománya, ezek is természetesen nagyon fontosak, hanem azok a komputertechnika segítségével, az informatika segítségével olyan komoly, összetett pszichológiai teszteket vagyunk képesek alkalmazni, többek között az űrhajós kiválogatásnál is, amelyek még jobban segítséget nyújtanak abba, hogy még jobban belelássunk annak az embernek a lelki és pszichés kvalitásaiba. A monotónia tűrő képességtől kezdve a vigilancia és minden monitorozható ezek segítségével a pszichológusok által.
Nyilvánvaló a pszichológus együtt dolgozik az élettanásszal, illetve a pszichológusoknak olyan képesítéseik vannak, úgy képezték magukat, hogy most már nem pszichológusról beszélünk esetenként, hanem neuropszichológusról, teljesítménypszichológusról, és a többi. Nyilván ezek a szakemberek egy második magyar űrrepülés kapcsán be lesznek vonva a kiválogatásnak a menetébe. A dolognak az elején tartunk, és nem szeretnék konkrétumokba belemenni. Lezajlottak január 31-ig lezajlottak a jelentkezések, addig lehet egytelen jelentkezni Magyarországon az űrhajós kiválogatásra. Ugye itt azért olyan követelményeket támasztottunk, amelyek egyrészt humánusak, másrészt szigorúak, tehát valakinek felsőfokú végzettséggel kell rendelkezni. Nagyon fontos az angol nyelvtudás, esetlegesen az orosz nyelvtudás, hisz fönt az űrállomáson, ahol tervezve van egy kötőjel 3 hónapos időtartamra a második magyar űrhajósnak a tevékenysége. Ugye vessük össze azzal, hogy Farkas Bertalan az első űrrepülés 8 napot tartózkodott az űrbe. Most nyilvánvaló, hogyha az ország vállalja ezeket a terheket, anyagi és egyéb terheket, hogy embert juttat, magyar állampolgárt juttat oda, akkor nyilván a maximumot akarja az ország, a tudósok, a szakemberek kihozni ebből, az pedig akkor lehetséges, hogyha legalább 1-2 hónapot fönt van valaki, és végzi ott az ottani munkát. Ehhez kell a maximálisan megfelelő embert kiválogatni. Kemény követelményekkel, de ugyanakkor azokhoz képest, amik voltak 50-60 évvel ezelőtt, azokhoz képest tágabb lehetőséget biztosítani. Miért? Mert itt nem csak ugye elsősorban pilótákról van már szó, hogy azokat kell oda feljuttatni, azok is felmehetnek és kaphatnak komoly feladatokat, mint Farkas Bertalan is kapott komoly feladatokat, ugye fényképezési feladatokat, meteorológiai megfigyelési feladatokat, és a többi, és ahogy beszéltem róla, kapott ugye orvosbiológiai feladatokat is. Itt még többre kell kihozni ebből, tehát olyan szakembereket nézünk, legyen az biológus, pszichológus, mérnök, aki speciális feladatokat is magas szinten tudott ellátni. Köszönöm szépen! Bennem maradt sok minden, valószínű, hogy néha elkalandoztam, ebből adódóan kevés volt az idő. Köszönöm a figyelmet! Ez a kérdés merült fel, hogy a díjasor elérhető lesz. Én szívesen rendelkezésre, bocsánat. Van hangom? Igen. Akkor hát először is szeretném megköszönni Grósz Andornak az előadást. Kérdéseket lehet föltenni, és itt lehet, hogy lesznek is, remélhetőleg. Annyit mindenképp elmondanék, hogy itt kérdés merül fel, hogy elérhető lesz-e ez a slide sorozat, tehát hogy meg lehet-e nézni. Igen, a MANT-nak a honlapján, de onnan majd letölthető lesz, és általában véve az űr korszak szemináriumnak, a nyilvános szemináriumnak az előadás anyaga, az elérhető lesz, tehát az visszanézhető, egy kicsit ilyen mindentudási egyetemszerűen, tehát a későbbiekben visszanézhető. Még kérdéseknél vagyunk, itt a helyszínen is lehet kérdezni, és az interneten keresztül is lehet kérdezni, és egy-két kérdést most még megtennénk, és akkor utána rátérnénk a folytatásra, és természetesen utána, hiszen ez szeminárium, lehet véleményt alkotni, nem csak kérdezni, hanem akár saját önálló véleményt is mondani, vitatkozni, hiszen azért jöttünk össze, hogy egy kicsit beszélgessünk ezekről a témákról. Tehát az első kérdésem, hogy van-e itt kérdés, itt a belső csapatban, akik itt személyesen vannak. Igen, egy kérdés, már is adom a mikrofont. Elhangzott, hogy elsősorban szakembert keresnek a feladatra. A programjáról lehet-e előre tudni valamit, vagy a szakember szakmájához választanak majd programot, vagy van már egy program, amihez keresnek megfelelő szakembert? Köszönöm szépen, tehát hogy... Nem vagyok felhatalmazva arra,
az illetékesektől, hogy ebbe nyilatkozzak, de azt el tudom mondani a én tudásom, a jelenlegi tudásom szerint, nem a programhoz keresünk szakembert. Tehát itt ez egy összetett program, ami, ahogy az előbbiekben mondtam, itt nem csak orvosbiológiai vizsgálatok, kísérletek lesznek, műszerkipróbálások és a többi gyógyszerkipróbálások, hanem komoly mérnökműszaki, geofizikai vizsgálatok, pszichológiai vizsgálatok. Nyilvánvaló ilyen szakembert, aki olyan szakembert, aki mindenben a toppon van, azt nem fogunk találni, polihisztorokat nem tudunk találni, viszont fel tudjuk készíteni, mint ahogy annak idején a Farkas Bertalanék is fel voltak, meg minden űrhajós, főleg napjainkban fel van készítve az adott szakmák részéről, hogy azokat a dolgokat, azokat, amik elvárhatók, hogy meg lehet csinálni még egy nem szakembernek, tehát hogy egy mérnökember meg tudjon csinálni orvosbiológiai vizsgálatokat ott az űrben, adatokat tudjon gyűjteni és alkalmazni tudja a műszereket, arra meg lehet tanítani. És ez a nemzetközi trend, ehhez alkalmazkodunk mi is. Igen, igen, egy második. És mondani egy rövid kérdésem. El tudom mondani azt, hogy internet világában. Köszönöm. A kérdésem az volna, hogy amikor a Dubček nevű cseh űrhajós, vagy csehszlovák űrhajós repült, akkor ő is gyakorlatilag végighányta az egész programját, és semmit nem tudott csinálni, az pedig jóval Gagarin után volt, hogy ott milyen hibát követtek el. Illetve volt egy híres eset Amerikában, amikor már sokkal fejlettebbek voltak a pszichológiai vizsgálatok, mégis kialakult valahogy egy szerelmi háromszög, amiből egy lövöldözés lett talán a vége, hogy ott hol hibáztak a pszichológusok, akik kiválogatták az illető hajósokat. Majd megkérjük előadókat a válaszra, de szeretném mondani, ha még kell kiegészítés, én úgy látom, Suminski Nándor is ready for use, tehát ha kell, akkor áll rendelkezésre. De először az előadónké a szó. Csak annyit, hogy nem Dubček a csehszlovák űrhajós, hanem Vladimir Remek. Igen, a Dubček alatt volt. Jó, ez így van. A Dubček alatt a Remek. Ez Remek volt, igen. Köszönjük szépen. Egyrészt, másrészt, én nem tudom, hogy nem olvastam erről, de az nem jelenti, hogy tehát ez a szerelmi háromszög és a többi, de viszont visszautalnék az előadásomban, amit elmondtam a Mars utazással kapcsolatosan, de nem csak a Mars utazás, éves, néhány hónapos utazás. Nem mindegy, hogy milyen az összetétel. Milyen az arány. Ez is vitatárgya. Orvosok, pszichológusok körébe nagyon komoly vita az, hogy milyen legyen a személyzetnek az aránya, mennyi legyen benne a nő, mennyi legyen benne a férfi, milyen legyen a korfa, ki legyen a főnök. Ez mind olyan dolog, amihez bizony nagyon komolyan fel kell készülni a tudománynak. Jelen pillanatban egyébként a tudomány nem tudta még megmondani például ezeket az egyszerű dolgokat, hogy akkor milyen legyen az összetétel, milyen legyen a korfa. Úgyhogy elképzelhető, miért nem? Ez a példa, ami volt, miért ne? Emberek vagyunk. Igaz, hogy nem a földön, de az űrbe, de az emberi tulajdonságok ott is működnek. Az emberi karakterek ott is működnek. Bizony, ez egy nagyon komoly probléma lenne. Egy ilyen szerelmi háromszög, el tudjuk képzelni, hogy hiúsítaná meg mondjuk egy három vissza Mars űrrepülésnek az egész célját. Az emberiségnek az energiáját, mindegy, hogy pénzeszközei és a többi, ami bele van téve egy ilyen programba, az hogy hiúsolna meg mondjuk egy ilyen problémán. Mert akkor már nem három emberről van szó, hanem mondjuk mind a 12 vagy nem tudom hány ember, aki majd abban a személyzetet alkotja. Itt a Földön is nehéz megoldani, nem ott elzártan, egy totális, speciális körülmények között. Úgyhogy... Van itt még két szóval. Nagyon rövid kérdést szeretnék feltenni, picit laikusan is hangzik, hogy a korfát említette professzor, hogy mik a
az életkori határa, hogy most, hogy vagy, meddig lehet az űrbe felmenni, főleg inkább az felső. Talán. Ugye bevetítettem az előbb a John Glennnek a képét. John Glenn kétszer repült, egyrészt ugye tapasztalt szuperszonikus, volt szuperszonikus pilotaként. Nem emlékszem, hogy hány éves volt, de mondjuk a 30-40-es éves korában, és utána 70 és 80 között, vagy 75 éves volt, már megjárta a kongresszus szenátorként, és a többi. Amikor ugye vállalkozott erre, illetve vállalkoztak azok, akik odaengedték, akik felengedték, és hál' Istennek, hogy volt benne vállalkozókedv, illetve azokban is, akik engedélyezték ezt, mert ezzel bizonyították azt, hogy bizony szélsőséges, általunk szélsőségesnek gondolt életkorú emberek ebből a szempontból alkalmasak, bizony alkalmas, 70 éves vagy 75 éves korában is alkalmas volt a John Glenn arra, hogy nyilvánvaló, hogy nem akármilyen emberről van szó, aki kibírta az űrrepülést, meg tapasztalt vadászpilóta volt annó, de akkor is akkor az biztos, hogy adta magát, kibírta. Csak azért kell egy alapegészségnek lenni, és fel kell készíteni. Nagyon magas szinten kell pszichésen is felkészíteni valakit, és orvosi szempontból is. Egyébként, bocsánat, még annyit erről, annyit, hogy ugye itt a második magyar űrrepülés kapcsán ugye azért volt egy életkor határ, ha jól emlékszem, talán 35 év volt az az életkor határ, ami ugye adta a lehetőséget a jelentkezésre. Akkor nem is kérdés, hanem kiegészítés itt a három elhangzott és még meg nem válaszolt témához. Liza Novák volt az amerikai űrhajósnő, akit emlegettek. A bulvár sajtó ezt alaposan kitárgyalta, nem is a részletekbe akarok belemenni, tehát a űrrepülőgép pilótájába volt szerelmes, és a Liza Novák nem azon az űrrepülésen vett részt, amikor az általa kiválasztott férfi ugye ott ült a Discovery fedélzetén, és abban a személyzetben volt az a nő, akit ugye féltékenységet kapott. A dolog érdekessége az, hogy megállás nélkül a lakhelyéről ment kocsival a Cape Canaveral-i indítóállomáshoz, és azt nedváló bugyit vett föl, amit az űrben is hordanak az űrhajósok, hogy egy pillanatra se kelljen útközben se megállnia. A Glennnek pedig nagyon örültek a társai az űrrepülésnél, ugyanis az űrhajósok általában utálják ezeket a mindenféle tapaszokat, meg műszereket, amiket rájuk rakosgatnak, ugye az összeset a Glennre rakták rá, hogy mivel ugye ő a legöregebb, tehát ő neki van szüksége ezekre a mérésekre, és hát az öreg úrnak hát örült annak, hogy másodszor is repületett, és hát békésen tűrte ezt a dolgot, hogy most ő... Még lenne kérdés? Szerintem lesz, de majd ezt a legvégén még egy körben. És akkor most meg szeretném kérni a következő részvevőket, Hans Péter, aki egy erdélyi magyar biológus, és fel kell tenni a szemüveget ahhoz, hogy Péterről néhány gondolatot el tudjak. És a maszkot meg le kell vennem, itt segítenek. Hát ez milyen bonyolult élet ez? Azért ez a Covid világ, ez egy komplikált dolog. És akkor az űrbe hány mozdulatot kellene megegyezni? Tehát lehet, hogy én nem lennék a legjobb asztronauta. Tehát aki részt vett az Európai Ügynökség űrhajós jelölt kiválasztási folyamatában, de nem ezért van elsősorban itt, hanem a mai szemináriumon az űrhajós kiválasztás programjában rejlő, mondjuk úgy, hogy akadémiai oldalról történő megközelítés, hogy hogyan lehet ezt az oktatásban, az egész, az életvitel, az életünk szervezésében, a modern életvitelben hogyan lehet ezt hasznosítani, hogyan lehet népszerűsíteni azokat a lehetőségeket, amelyek révén ez hasznossá válik nagyon sok 10 000 vagy 100 000 gyermek vagy fiatal számára. Tehát, hogy hogyan lehetne ebből... többet kihozni,
mint pusztán az, hogy lesz majd, vagy reménység szerint lesz majd második magyar űrhajós, meg az Európai Uniónak, űrügynökségnek ilyen űrhajós jelölt kiválasztási folyamata. Röviden csak annyit Péterről, hogy a Genfi Egyetemen doktorált elméleti fizikából, majd a Heidelbergi Európai Molekuláris Biológiai Laboratóriumban, később a Bázeli Orvosbiológiai Kutatóintézetben volt posztdoktori ösztöndíjas, jelenleg az ELTE Kémia Intézetének vendégkutatója és az Ökológiai Kutatóközpont kutató búvárja. Ezen felül egy kolozsvári startup céget vezet, amely innovációk piacra dobásával foglalkozik. Kutatási területei közül kiemelnénk az extrém körülmények között élő mikroorganizmusok vizsgálatát és az űrkutatásban, pontosabban fotobioreaktorokban való alkalmazhatóságuk elemzését. Hát Péter, akkor most... Nagyon szépen köszönöm. Amikor Kovács elnök úr megkért, hogy jöjjek el erre az előadásra, én eleinte kicsit húzolóztam, de ő azt mondta, hogy gondoljunk az olimpiai bajnokokra. Hogyha valaki sportol, nem feltétlenül lesz olimpiai bajnok, de azt a tudást, kitartást, egészségügyi javulást, amit a sport révén összeszed, azt a mindennapi életében is, nyilván az életminőségének a javításában is nagyon sokat számít. A másik dolog, amiért talán érdemes ezekről a dolgokról beszélgetni, az az, hogy nagyon sok olyan találmányt ismerünk, amelyik először az űrkutatásban nyert létjogosultságot, és később ezek a találmányok beszivárogtak a mindennapi életünkbe. Most én úgy gondolom, hogy az űrhajós kiválogatás során felhasznált módszerek is nagyon-nagyon nagy hasznot hajtanának, hogyha beszivárognának a mindennapi életünkbe. És én magam is nagyon sokat profitáltam abból, hogy eljutottam az ESA űrhajós válogatásának a tudom én hányadik szintjeig. Na, lássuk, hogy mi is az, amiből talán úgy gondolom, hogy a legtöbbet profitáltam, és milyen társadalmi haszna lehet egy ilyen bedifundálásának, a kiválogatás során használt módszereknek a bedifundálásának a mindennapi életben. Én úgy gondolom, hogy a kórhatárt, ahogy a doktor úr is mondta, hogy szélsőségek irányába is el lehet menni, és hát nem lett belőle semmi baj. Én úgy gondolom, hogy ha legközelebb űrhajós válogatást szerveznek, a kórhatárt levinném extrém 13 éves, 12-13 éves korra akár. Egy 12 éves gyerekből valószínűleg nem lesz űrhajós, de hogyha részt vesz valamilyen szintig ezen a válogatáson, rengeteget profitálhat belőle. Csak az én környezetemben nagyon sok gyerek kedvet kapott a sporthoz, a matematikához, a fizikához. Jobban kezdett angol tanulni, amikor mondtam neki, hogy én milyen teszteknek nézek majd elébe. A felső korhatárt is fölemelném akár a John Glennnek a koráig. Egyrészt, mert motivációt jelenthet embereknek, másrészt ki tudja, hogy hát, ha egy olyan speciális feladat van, ahova pont egy 70 éves orvos lenne a legjobb jelölt, hogy felmenjen egy hétre és azt elvégezze. A másik pedig, hogy a klasszikus pszichológia tanításával szemben, amit nekünk az egyetemen belénk súlykoltak, ugye a klasszikus pszichológia azt mondja, hogy vannak bizonyos képességek, amelyek nem fejleszthetőek. Nos, a felkészülés során kedves volt tanáromat, Mérő Lászlót is megkértem, hogy egy adott pillanatban segítsen nekem, ő azt mondta, hogy ezt felejtsük el, a legtöbb képesség fejleszthető, és gyakoroljak minél többet. Sajnos bizonyos körülmények között nem tudtam eleget gyakorolni, mások sokkal többet gyakoroltak, de már attól a gyakorlástól, amit én akkor elvégeztem, jelentős mértékben növekedett a monotónia tűrésem, a koncentráló képességem, a ilyen extrém helyzetekben való jobbal felismerési képességem, és majd erről mesélni fogok egy pár szót, hogy ez miért vált előnyömre. No, hát milyen teszteknek és milyen pszichológiai teszteknek vetik alá a leendő űrhajósokat? Ugye van egy személyiségteszt, ahol hát az ember mondjuk nem nagyon van ideje arra, hogy meggondolja, hogy mit válaszoljon, tehát legjobb, hogyha őszintén válaszol. De már egy ilyen személyiségteszten is kiderülhetnek olyan problémák, pozitív és negatív értelemben is, amelyeket, hogyha az ember feltérképez, akkor ezeket az erősségeit kihasználhatja, a gyengességeit javíthatja, és nagyon nagy előnye származhat ebből. Volt természetesen monotónia tűrés, olyan, hogy amikor gyakoroltam, néha azt hittem, hogy megőrülök bele.
Egyik pszichológus, egy idős pszichiáter barátom tanácsolt azt, hogy ilyen esetekben esetleg a környezetnek a változtatása, hogy ne otthon gyakoroljak, hanem menjek el a laboratóriumomba, menjek el valahova máshova, már az nagyon-nagyon sokat segített. Volt egy matematika-fizika angol nyelvteszt. A fizika tesztben felfedeztem néhány olyan fizikus vagyok, amúgy néhány olyan kérdést, ami egyszerűen hibás volt, aztán többiek is ezt kitárgyaltuk, hogy tényleg hibásak voltak azok a kérdések. Nagyon-nagyon érdekes volt a matematika tesztnél, ott mérő tanár úr meg is szídott engem, hogy sajnos az oktatási rendszerünk, legalábbis mondjuk leszámítva néhány elit gimnáziumot, nem a legjobban tanítja a matematikát. Én is megkaptam a feladatot, ráengedtem az apparátust, azt hadd szóljon, aztán valahogy megoldottam. És akkor Mérő László azt mondta, amikor elkezdtem oldani egy feladatot, hogy stopp, most álljunk meg. Egy kicsit gondolkozzál, egy kicsit legyél bátrabb, és meg fogod oldani ezt a feladatot 10-15 másodperc alatt. És akkor tényleg leálltam azzal, hogy az apparátust ráengedem, gondolkoztam, és tényleg 10 másodperc alatt megoldottam a feladatot. Aminek a legtöbbet köszönhetem, az még két dolog. Az egyik, hogy én azt hittem, hogy angolul nagyon jól tudok. Hát a tudományos életben soha semmi problémám nem volt, évtizedek óta tartok angolul előadásokat, tanítok angolul az egyetemen minden. És kiderült, hogy bizony az angol tudásom, amikor kicsit ki kell lépni ebből a közegből, hát nem annyira szolid. És akkor valaki a kezembe adta a Harry Pottert, hogy olvassam angolul. Megértek ott mindent. És hát akkor döbbentem rá, hogy hát valaki akkor mehet űrhajósnak, hogyha a Harry Pottert angolul el tudja olvasni, úgyhogy ne legyen semmi problémája. Ami rendkívül érdekes volt, és miért mondom ezt, én kutató buvárként dolgozom, és hát a régió buvár közössége eltűrt nekem néhány olyan nagyon durva szabálysértést, amit amúgy senkinek nem tűrnek el. Egyedül merülök, jég alá, kötélbiztosítás nélkül, gyakorlatilag nulla látási viszonyok mellett. Na most ilyen körülmények között, hogyha eltévedek, nem tudom feltörni a fejem fölött levő félméteres jeget például. Olyan problémáim voltak néha, hogy ránéztem a kompasszomra, és akkor elkezdtem gondolkodni, hogy hát én most fejjel lefelé állok, vagy nem tudom, hogy hogy állok, jobbra-balra állok, abból, ahogy az iránytű áll, ki kell találjam, hogy merről jöttem, és merre van észak, és merre van dél, és merre kell visszamenjek, és merre van kelet és nyugat, és néha egészen lehetetlen pozíciókba állt a kompassz hozzám képest. Hát voltak olyan tesztek, amikor ilyesmit, műszereket tized másodpercek alatt kellett leolvasni a leglehetetlenebb felállásban, ezeket kellett gyakoroljuk, illetőleg volt egy ilyen ugráló vonal, hogy mondjuk meg, hogy hányszor térült jobbra, hányszor térült balra. Hát az eleinte nagyon rosszul teljesítettem ezeken a teszteken, utána egy nagyságrenddel jobb lett a teljesítményem, és most legutóbb, amikor a gyilkostó jege alatt merültem, ahol fák voltak meg mindent, tehát kötelet se vihettem magammal, pillanatokon belül ki tudtam találni, hogy na most akkor, ha vissza akarok úszni a stékhez, akkor merre kell menjek, ami korábban nekem 10 másodpercbe került, amíg mindent úgy tisztáztam magamba, most 10 másodpercek alatt ezt tisztázni tudtam. A feladatok során rengeteg olyan pszichológiai trükköt tanultam meg, amelyek az embernek extrém esetben, amikor már tényleg mindent elkíván a pokolba, elkívánja az egész életét a pokolba, mi legyen akkor a fejében, hogy mégis tovább menjen, és mégis elérjen a célig. És úgy gondolom, hogy ez volt az egyik olyan dolog, ami tényleg nagyon-nagyon sokat segített nekem. A másik, amire rájöttem, ami egy gyengeség volt, hogy gyakorlatilag egyedül voltam a felkészülés során. Akik tovább jutottak, azok között nagyon sok volt a katona, és később mondták nekem, hogy katonapszichológusok azok ilyen esetekben nagyon sokat segíthetnek. Nyilván kell egy közösség, aki ilyenkor az embernek a válláról mindenféle terhet levesz, és jó, hogyha van a környékén olyan tapasztalt katonapszichológus, amelyik ilyen extrém esetekben jó tanácsokat adhat. Volt jó hány olyan pszichológus, hogy azt mondta, hogy bocs, én nem tudok mondani semmit, mert én arra vagyok berendezkedve, hogyha valakinek családi problémái vannak, szexuális problémái vannak, tanulási problémái, vagy nem tudom, nekem fogalmam nincs, hogy neked mi kell. És ilyen pszichológus gyakorlatilag nem találtam. Összességében elmondhatnám azt, hogy annak ellenére, hogy legalábbis most nem lesz belőlem űrhajós, nagyon sokat tanultam ebből a folyamatból, a tanítási, tanári munkám során ezeket a képességeket hasznosíthatom, diákjaimnak átadhatom, és a munkám során, a kutatóbúvári munkám során is, illetőleg mind a kísérleti, mind az elméleti munkám során hasznosíthatom. Azóta már egy elméleti problémára is egy picit másként nézek, mint előtte,
és egy extrém búvárkodós feladatot, vagy én vitorlázópilóta is vagyok, hogyha van egy extrém repülési feladat, arra is másként nézek rá. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük, és azt szeretném kérni, megint a kérdéseké lehet a terep, és gondolom, hogy vannak is kérdéseket, akár rögtön az internetről. Hát még korábban... Még korábban érkezett ez a kérdés, de inkább ide tartozik talán, hogy a kérdésem az lenne, hogy a fizikai alkalmassági időpontjáig milyen típusú felkészülés ajánlott. De szerintem nagyjából részben meg is kaptuk a választ. Hát általános állóképesség az mindenképpen, és hát fel van sorolva az ESZÁ-nak a katalógusában, hogy milyen tesztek lesznek. Tehát nem árt, hogyha valaki az úszási technikáját tökéletesíti, nem árt, hogyha valaki a könnyű búvár tanfolyamon esetleg részt vesz. Az ESZÁ-nál nagyon nagy hangsúly van a felkészülés során a könnyű búváros képzésnek. És már nem emlékszem pontosan, hogy milyen sportok voltak ott meghatározva, ilyen kúszás, futás, úszás, és talán ezek voltak a legfontosabbak. Uh-huh. Igen. Kapcsolódnék, illetve hát feltenném a kérdést, hogy amit most elmondtál, ugye a könnyű búvár dolgokról, meg a vízben való tevékenység, hogy vajon miért kell ez? Hát azért, mert földi körülmények között, amikor már megfeleltek valakik a kiválogatás különböző körülményeinek, és kezdődik az, amiről beszéltem itt, a felkészítés, amiben orvos, pszichológus és mindenfajta szakember, aki éppen kell az adott feladat gyakorlásához részt vesz, akkor az űrhajós kiválogatásnak egy nagyon fontos momentuma, illetve a felkészítés, nem kiválogatás, felkészítésnek a nagyon fontos momentuma, hogy gyakorolják fordított körülmények között az űrhajón kívüli, az űrállomáson kívüli tevékenységet, azokat a mozdulatokat, mozzanatokat, amelyeket az űrállomás javításakor, amikor kijönnek ebből az űrállomásból, vagy az űrhajóból, kell, hogy végezzenek. Tehát gondoljunk arra, hogy a napelemeket, amelyek az űrállomásnak a nagyon fontos működtető elemei, azokat az űrhajósok állították fel. Azokat nem így tervezték az űrállomás, hanem azt úgy tervezték, hogy majd az ember megfelelő munkavégzés után 5-6 órai, meg 8 órai űrbeni tevékenység kapcsán, tehát az űrállomáson kívüli tevékenységnél, majd föl fogja állítani. Ez megtörtént. Na ehhez kell már a földi körülmények között gyakorolni, és nagyon nagy hangsúly van, mind az amerikaiaknál, mind főleg az oroszoknál, az óriás medencében víz alatt történő feladat végrehajtásoknak. Talán még egy dolgot tennék ehhez hozzá, hogy hát amikor kiképzik mondjuk az amerikai kommandósokat, a kommandósok közül bizony, hát nem azt mondom, hogy hullanak, mint a legyek, de van, aki meghal. És hát nem kívánom azt igazából senkinek, hogy közvetlen életveszélybe kerüljön, és ott tesztelje magát, amikor tényleg csak magára számíthat, vagy magára is az asszisztensére, és meg kell oldani egy helyzetet, és hogyha nem oldja meg, akkor ott marad. Nem vagyok rá büszke, hogy ilyen helyzetekben voltam, mert arra kellene az ember büszke legyen, hogy ilyen helyzeteket esetleg elkerül. De egy-egy ilyen tesztben tényleg kijön az, hogy akkor most hányas a kabát, és erről Faludi Györgynek egy mondása jut az eszembe, tartott nekünk egy előadást anno a Bolyai Kollégiumban, azt mondta, hogy nagyon sok esetben, amikor őt megszállja az ihlet, az olyan, mintha valaki felhívná őt, de azt a valakit ő nem tudja bármikor felhívni, hogy na most akkor szálljon meg engem az ihlet. Én egy kicsit ilyenkor mindig egy olyan lehet, hogy furcsa, ilyen kaján örömöt érzek, hogy na most akkor itt van egy helyzet, halál, meg tudom-e oldani, és mintha levetkőzném egy csomó rossz tulajdonságomat az ilyen helyzetekben, és úgy élvezettel megyek, hogy na most akkor visszatalálok, most akkor ki tudok innen mászni. És hát lehet, hogy ez valahol pozitív, valahol negatív tulajdonság, ezt nem tudom most eldönteni. De.
Hát ha ebben nem is tudok én állást foglalni, egy kérdést azért szeretnék föltenni, hogy említetted, hogy igen, egy kérdést szeretnék föltenni. Említetted, hogy tulajdonképpen ez kicsit olyan, mint amikor bizonyos technológiák bemennek aztán a mindennapi életben, és azt valamilyen módon nagyon hasznossá teszik. Itt is lehetnének ilyen technológiák. Hát annak a bemenetele az mondjuk úgy tudom elképzelni, hogy valaki, aki erre fogékony, mint például te, az ír egy jegyzetet, vagy ír egy valamilyen összefoglalót erről, ami egy kézikönyvet, ami segít a tanároknak, segít valakiknek, akik a fiatalokkal foglalkoznak, mindegy, hogy milyen formában, hogy most kötött formában, vagy szakkörformában, vagy azon kívül, vagy csak szülőként. Tehát magyarul tervezed, hogy írsz erről valamit. Mégpedig azzal a céllal, hogy ténylegesen most lesz csupaszítva arra, hogy fókuszálva arra, hogy a fiatalok számára ez a tanulásban, másban, a koncentráció képességben, az összeszedettségben, céltudatosságban milyen módon, milyen tréninggel lehet készülni, és a pont. Úgy gondolom, hogy erre nem én lennék a legalkalmasabb, ugyanis a 25 ezer jelölből először kiesett 10 ezer, akkor utána leszűkítették talán 1200-ra, és én már abban a 25 ezerből az 1200-ban nem jutottam tovább, de ezt javasoltam egyébként az ESZÁ-nak, hogy ezt tegyék meg. Amennyit én tapasztaltam, azt nagyon szívesen leírom, amennyire a titoktartási kötelezettségeim engedik, de úgy gondolom, hogy egy ilyen általános összefoglaló, komprehenzív munkának az elkészítéséhez nem feltétlenül én vagyok a legalkalmasabb. Én igen, akkor lehet, hogy rosszul kérdeztem. Én nem hiszem, hogy az a célra vezető, hogy ezt egy ilyen nagyon komplex anyagként elképzelni, mert valószínűleg tartom, hogy mondom úgy, mint azoknál a bizonyos anyagoknál, hogy csak az a bevonat, csak az a egyetlen megoldás, az az érdekes. Tehát tulajdonképpen 3-5 elemi módszertan érdekes, az összes többi nagyon érdekes persze, ha valaki világbajnok akar lenni, vagy olimpikon, de ha tömeget akarok valahogy emelni, akkor tulajdonképpen elég az a 2-3-4 nagyon jó módszer, amiről említettél, ahol az ember átlépi a vélt saját korlátait, és segíti azt, hogy egy jobb minőséget tudjon elérni tanulásban, sportban, bármiben. Úgy gondolom, hogy ez egy csapatmunka lenne egy ilyen anyagot összeállítani. Egyébként ezek részleteiben már léteznek. Gondoljunk például az oktatásban a Carl Wieman Nobel-díjas fizikus által kidolgozott módszerre, ami Európában szinte ismeretlen, Amerikában egyre több egyetem veszi át, és már az is önmagában egy segítség volna, hogyha ezek a módszerek, a már létező módszerek ismerté válnának. Tehát itt két probléma van. Először is a meglevő módszerek nem penetrálnak be elég mondjuk az oktatásba, vagy a mindennapi munkába. Másrészt pedig, hogy ezeket állandóan lehet fejleszteni, ezeknek a fejlesztése egy csapatmunka, tehát semmiképpen nem egy embernek a feladata lenne. Egyébként, amit most elmondtad néhány perc alatt, gyakorlatba átvitted, amit itt én elméletben próbáltam elmondani, hogy milyen embert keresünk. Az ilyen embereket keresünk űrhajósnak, akiknél az eredmény az, ahova te eljutottál. Nem ahogy te voltál, hanem ahova te eljutottál, hogy pillanatokon belül tudjon dönteni, hogy ne ijedjen meg, ha valamilyen feladattal áll szembe, hanem bízzon magába, és gondolkodjon, és minden pillanatban képes legyen arra, hogy adott feladatot legalábbis pszichésen képes legyen végrehajtani. Úgyhogy nagyon sok érdekes dolgot mondtál, és én úgy gondolom, hogy a fiataloknak ez valamilyen formában fiatalok számára közkincsé kellene tenni. Ha más nem, akkor egy szeletét mindannak, amit te elmondtál. Először meghökkentem, amikor azt mondtad, hogy a korhatár 13 éves kor. Lehet, hogy nem az űrhajós kiképzés számára, mert a kiválogatás számára. De hogy bizony említetted, hogy az űrnek az eredményei, az űrhajózásnak az eredményei az napjainkban, hogy a mikrohullámosítő, stb. A fólia, alufólia, stb. Amik onnan, idézőjelben, onnan jöttek, hát ezek a dolgok egy 13 éves gyereknek azok a ugye, tesztek, kiválogatási módszerek, figyelem ráirányítási módszerek, azok bizony nagyon jó lenne erről a területről is. Köszönjük szépen. Van,
Van-e további kérdés? Még nálunk itt Nándinak van. Kommentje szerintem. Először is elnézést törekszem, mert ugye azt ígértem, hogy három dologra térek ki itt, és csak kettőt mondtam el, de hát az elnök úr elvette tőlem a szót, most visszaszereztem. Egy nagyon fontos dolgot említett ugye Grosz professzor a leendő Mars utazásnak a személyzetének az összetételét, és egy nagyon komoly orvoscsoport, én olvastam erről, hogy hány férfiből és hány nőből álljon, tehát egy hattagú személyzetet terveznek a Mars utazásra, és most megkérdezem itt az itt jelenlévőket, hogy a hat tagú személyzetből hány férfi és hány nő legyen a végső döntés szerint, ami csak úgy végső döntés, hogy egy ilyen, hogy mondjam, egy pillanatnyi döntés, tehát ez nem a végleges, de a pillanatnyi adatok, orvosi adatok, pszichológiai adatok szerint most ez véglegesnek tekinthető, vagy ideiglenesen véglegesnek tekinthető. Satszolják meg, vagy... Ha... Ezt én levezetem nagyon egyszerűen, mert ez Adil Nandi mikrofon. Tehát én itt az itt lévőknél le tudom, az interneten levők azok csak csodálkozhatnak, de mert szavazógépet most nem alkalmaztunk, de legközelebb lehet, hogy valami kahant vagy valamit fogunk alkalmazni, nem tudom, valamit, hogy lehessen ilyet csinálni, de akkor itt megkérdezem, ki az, aki elindulunk, teljesen hímsovén módon elindulunk a hat férfiből, tehát ki az, aki úgy gondolja, hogy hat férfi, a mostani, tehát a pillanatnyi eredmény szerint, ahol a vizsgálat tart, a hat férfi javallott-e, nulla szavazat, öt férfi, egy hölgy, nulla szavazat, négy férfi, kettő hölgy, egy, kettő, három, négy szavazat, három férfi, három hölgy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 szavazat, miért? 2, 4, 6, 7, 7 szavazat, igen, 7 szavazat. Hogy azt mondjuk, igen, 1 férfi, 5 hölgy, 2 férfi, 4 hölgy, 1 szavazat, 1 férfi, 5 hölgy, és 6 hölgy. 1, 6 hölgyes szavazatunk is van. A végeredmény? A végeredmény nagyon meglepő, elég sokan eltaláltatok. 4 férfi és 2. Igen. Ugyanis azt hozták négy, tehát a végeredmény, csak azért, hogy az interneten is hallják, direkt vettem el a szót, de visszaadom. Nem. Legyen nálam. 4-2. Az orvos pszichológusok egyöntetű véleménye szerint a 3-3 a legrosszabb. Ugyanis ott előbb-utóbb kialakul egy ilyen, hát most nem azt mondom, hogy helycserés támadás, de lényegében igen. Tehát egy veszekedés fog kialakulni a férfiak és a kialakult hölgy páros között. A 4-2 arány pedig azért jött ki végeredménynek, még ha ideiglenes is, mert az ilyen hosszú távú űrutazásnál a férfiakban kialakul egy óvó ösztön a nők irányában. És így a két nőt, a mind a négy férfi, anélkül, hogy bármelyik nővel szorosabb kapcsolatban lenne, mind a négy óvni fogja azt a két hölgyet. Tehát ez a pillanatnyi magyarázat a orvos-pszichológusok szerint. Hát igen, hát... Ugyanaz a helyzet, mint a Germán Titornak a helyzet. A tudósok tudtának sokáig előállt egy ilyen helyzet, hogy megkínsítja azt a 3-4 órás külmányi tevékenységet egy bizonyos ilyen élettani probléma. Nagyon nehéz megmondani. Meg amit olvastál, ez mondjuk előremutató, hogy legalább valakik, egy tudós csoport állást foglal. De lehet, hogy egy másik tudós csoport más megközelítésből elmondaná a véleményét, az is elfogadhatónak tűnne. Ez egy óriási gond, óriási gond. Hát ha cikket akarnak írni ből, akkor mindenképp egy másik arányt kell választani, de akkor, és ez azért tudósoknál megy. Tehát visszatérve, egy kicsit komolyra fordítva a szót, bár ez szerintem nagyon komoly kérdés, hogy azt hiszem, hogy nagyon érdekes dolgokat tudtunk meg, nem csak az egyén vonatkozásában, hanem általában véve a missziók, a nagyobb küldetések kapcsán az emberi felkészülés és előkészületek kérdéseiről, és azt hiszem, hogy ez egy érdekes
összeállítás volt a tudomány és a tudomány és gyakorlat egyszerre történő megjelenítése. Van-e olyan kérdés itt, akár a nézek, amit igen, bólogat, akkor még nem úszák meg az előadóink, akkor még egy vagy két záró kérdésre kerül, és utána megköszönjük a részvételt. Hát van egy kérdés, ami szerintem nem igazán ide kapcsolódik, de azért akkor elmondom. Na, tegyem föl, hogy lesz-e különleges magyar fejlesztési műszer, amit felvisznek. Erre szerintem most nem tudunk konkrét. Tudunk? Jó, és akkor elmondom a másik kérdést is, és aztán válaszolnak rá, ahogy. Ehhez kapcsolódóan azt szeretném kérdezni, hogy a pszichológiai, matematikai, fizikai tesztekre, felmérésekre hogyan érdemes készülni? Most előadóinkra nézek, hogy melyik kérdésre kíván válaszolni. A magyar, lesz-e magyar, azért válaszoljunk erre, bár a válasz igen, de ennél előtted is talán. A mostani tudásom szerint tudok erre válaszolni. Ugye itt az elsődleges cél az, hogy a magyar tudománynak és a magyar műszaki elmének, a magyar orvoslásnak, és a többi. Tehát magyarul, egy szóval a magyar tudománynak az erejét, a lehetőségeit megmutassuk a világnak. Ez nem magamutogatás, hanem egyrészt megmutatni, hogy erre képes ez a kis országnak a társadalma, másrészt pedig ugye a magyar tudós társadalom egy része a nemzetközi űrkutatási társadalomnak, és oda ezen űrutazás által nyert tapasztalatok, vagy során nyert tapasztalatokat oda tudjuk tenni. Föl is tudjuk használni, meg oda is tudjuk tenni a nagy közösbe, a nagy nemzetközi közösbe. Ebből adódóan bizony lesznek magyar, már most folynak magyar műszerfejlesztések, főleg informatikai jellegű műszerek, illetve informatikai alapú műszerek, amelyekkel különböző élettani, pszichofiziológiai paramétereket és kutatásokat tudunk végezni már ott fönt, és feldolgozni ezeket az eredményeket itt földi körülmények között, igen. Köszönöm szépen, és akkor a második. Igen, tehát azzal kezdeném, hogy Enrico Ferminek volt egy, mondhatni, fantasztikus megnyilvánulása, amikor felrobbantották az első atombombát. Ledobott néhány papírfecnit a földre, és azokból a papírfecniknek a mozgásából és elmozdulásából megtudta szinte pontosan becsülni az atomrobbantásnak az energiáját. Tehát ilyen körülmények, extrém körülmények között, akár kutatóbuvárként, akár kutatópilótaként, feltételezem, hogy űrhajósként is, nem arra van szükség, hogy az ember teljesen tisztában legyen a Schrödinger egyenlet, nem tudom milyen bugyrának a rejtelmeivel, hanem arra, hogy viszonylag pontos, vagy legalább nagyságrendi becsléseket tudjon tenni nagyon-nagyon hamar, és ne gondoljon hülyeségeket, és ne csináljon hülyeségeket, mert annak súlyos következményei lehetnek. Hogy a kérdésre konkrétan válaszoljak, a fizikai tudományokból való felkészüléshez az szükséges, hogy a középiskolás fizikát valaki nagyon-nagyon mélyen értse, ne bemagolja, hanem tényleg a furfangos feladatokat meg tudjon oldani fizikából. Vannak is ilyen könyvek, magyarul is megjelent egy Gnédik Péter tanárúrnak, kedves tanáromnak a tollából, az mondjuk talán egy picit nehéz, tehát annál valamivel könnyebb feladatok, amelyek bizonyos fizika példatárakban előfordulnak, vannak ilyen német könyvek is, Gut gedachtis halb gelöst például, abban tipikusan ilyen feladatok vannak, amelyet az ESA-teszten is kaptunk. Magyarul fordítását ennek a könyvnek nem ismerem, és ezeket kell tudni, ezekhez nagyon-nagyon mélyen kell tudni a fizikát. Például volt egy ilyen kérdés, ajánlom a kérdezőnek, hogy gondolja végig, hogyha felmelegítünk egy kitárt és egy furulyát, melyiknek hogy fog változni a hangmagassága? Hogyha ezt valaki pillanatokon belül meg tudja válaszolni, akkor azt hiszem, hogy nagyon jól ért a termodinamikához is, és a akusztikához is, valamilyen szinten a mechanikához is. A matematikához pedig azt ajánlom, hogy szintén ilyen furfangos feladatokat oldjon meg, és ne egyből arra gondoljon, hogy ezt milyen standard módszerrel lehet megoldani. Néha lehetséges megoldásokból kell kiindulni.
És néha az se baj, hogyha csak egy nagyságrendi becslést tudunk adni. Tehát néha erre van szükség. Meg tudom becsülni, hogy körülbelül mennyi levegőre van szükségem, hogy innen-oda elmerüljek, elmenjek, mi történik, ha mit tudom én, közben meghibásodik valami, még életben maradok, vagy nem. És így kell gyakorolni. Szintén körülbelül a középiskolás anyagnak a kétharmadára lenne szükség. Integrál differenciál számítás nagyon-nagyon minimális mértékben kell, valószínűségszámítást jó tudni, geometriát, algebrát, illetőleg olyan feladatokat, amelyek így mindennapi kinematikai, dinamikai feladatok. A pszichológiával kapcsolatban azt tudom mondani, hogy vannak jobb és rosszabb könyvek, amelyek különféle kognitív pszichológiai teszteket tartalmaznak, vannak számítógépes tesztek is, amelyek erre vannak kihegyezve. Ezeket kell gyakorolni, és senki ne higgye azt el, hogy ezeket a képességeket nem lehet fejleszteni. Most nem szeretnék a részletekbe belemenni, ezt nekünk mérőtanár úr anno elég részletesen elmondta pszichológiából, hogy bizony ezek a képességek bizonyos vonatkozásokban nagyon erősen fejleszthetőek. Itt tenném hozzá azt is, hogy nem csak az ESZA képzésből profitáltam nagyon sokat, mondjuk pszichológiai szempontból, hanem akkor is, amikor céget alapítottam, és kvázi egyfajta üzletember lettem, rengeteget tanultam meg arról, hogy hogy kell win-win szituációkat kihozni emberek között. Azelőtt másként viszonyultam bizonyos helyzetekhez, mint most. Úgy gondolom, hogy most sokkal jobban viszonyulok hozzá. Végül felajánlom az illetőnek, hogyha esetleg további kérdései vannak, nyugodtan keressen meg személyesen, az elérhetőségem a honlapomon is fel van, tehát engem elég könnyű megtalálni azért az interneten, és nagyon szívesen mondok neki több dolgot. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, és hogyha nincsen több kérdés interneten, most nincs itt a helyszínen sincs, akkor még egyszer szeretném megköszönni professzor úrnak és szintén professzor úrnak az előadást és a nagyon jó válaszokat és a nagyon izgalmas kérdésfelvetéseket. És hát akkor a többieknek mondom, mindenkinek, aki itt van és aki az interneten keresztül is figyel minket, hogy az űrkorszak szeminárium következő előadása március 3-án van, 16 órakor, Bárci Pál fog előadást tartani, mégpedig azokról az érdekes anyagokról, például a fémhabokról, például a különleges, olyan különleges kamrákról, kemencékről, amit az űrben lehet használni, és így tovább, mindegyik magyar fejlesztés, magyar találmány, ezekről, és egyáltalán a hazai űripar lehetőségeiről és gyöngyszemeiről lesz szó, meg arról, hogy milyen is volt a NASA-nál, amikor egyszer egy projekten kint voltak, és még azt is nézték a NASA-sok, hogy melyik ajtón mennek ki, vagy melyiken mennek be, mert még az is ellenőrzött volt. Szóval sok-sok érdekesség lesz, tehát március 3-án 16 órakor Bárci Pállal interneten vagy személyesen. Köszönöm szépen!